Felnőtt kapcsolatokban egyensúlynak kellene lennie. Éppen ez az egyensúly hiányzik azokból a kapcsolatokból, ahol az érzelmi zsaroló uralkodik a másik félen. Elhiteti a másikkal, hogy minden rosszért az áldozata hibás, míg a zsaroló a jó. De Bulai Nagy Melinda pszichológus azt mondja, gyakori az ilyen játszma a párkapcsolatokban, a családokban, sőt még a munkahelyeken is. Ha pedig egy ilyen játszmába kerül az ember, az első és legfontosabb tennivaló megérteni a zsaroló mozgató dugóit. Az egyik fél mindig a hibássá válik az adott problémában, míg a zsaroló fél mindig azt mondja, hogy én nem vagyok hibás semmiért, nem vállalok felelősséget, minden a te hibád. Mindig mindenért a másikat hibáztatja, őt okolja. Ebből kifolyólag ő egy ilyen felsőbbrendű személynek fog tűnni. Úgy viselkedik, hogy irányítani próbál. Próbálja megmondani, hogy mit, hogyan csináljunk. Ez az egyik fajta zsaroló, aki megmondja azt, hogy mit kell csinálnunk és hogyan. Másik fajta zsaroló viszont kifejezetten úgy viselkedik, hogy ő aztán nem mond semmit. Minden nekünk kell kitalálni. El kell azon gondolkodni, hogy mi rosszat tettünk? Most miért kell így viselkednie? Most mi ez, hogy nem beszél velem, hogy egy ilyen hideg, kemény csönd van? Ez most miről szól? Most mi rosszat csináltam? Mindig az a lényeg, hogy a másik fél csinálja a rosszat, a zsaroló egy abszolút pozitív, ő a segítő fél, ő az, aki értünk mindent megtesz, és önmagát feláldozza, és mi vagyunk a rosszak, mármint akik az áldozatok, ők a rosszak, ők azok, akik miatt kialakult ez az egész helyzet. A Bonyhádi Vörös Márti Mihály Művelődési Házban tartott előadáson az érdeklődők megtudhatták, hogy többek között létezik büntető, önsorsrontó, szenvedő érzelmi zsaroló. Utóbbi jellegzetes mondata, azt se vennéd észre, ha valami történne velem. Amíg a mártírt a szeretet hiány, addig a hideg érzelmi zsarolót az érzelemtől való félelem vezérli. Annak ellenére, hogy milyen nagy embernek tűnnek, milyen hangosnak tűnnek, nagyobb a füstje, mint a lángja ennek az egész történetnek, mert iszonyatos félelem munkál bennük, hogy elhagyják őket, iszonyatos félelem munkál bennük, hogy őket lenézik, megalázzák, és hogy ezt így megelőzzék, inkább ők azok, akik ezeket a dolgokat megteszik. Tehát ez nem úgy működik, hogy ő reggel föl kell, hogy akkor én most már pedig így és így fogom zsarolni a páromat. Ezek egy kialakuló játszmák. Személyiségvonásoktól is függ, attól is függ, hogy ki mit hoz otthonról, milyen mintákat láttunk, milyen kapcsolati mintákat láttunk. Ez nem feltétlenül csak a szülő. Szülővel való kapcsolat, nagyszülővel való kapcsolatunk is, lehet testvérünkkel való kapcsolatunk is, és a zsarolók nem feltétlenül csak a családunkból kerülnek ki, sajnos baráti körben is, akár munkatársak között is előfordulhatnak ilyenek. A szakember azt mondja, ha nem is könnyű a feladat, nem lehetetlen változtatni az ilyen kapcsolaton különböző stratégiákkal, megfelelő kommunikációval. Az áldozattá vált félnek például érdemes elgondolkodnia azon, hogy miért engedi meg a zsarolónak ezt a viselkedést. Ha pedig képessé válik határt szabni neki, megértetni vele, mekkora kárt okoz, és megkeresni a zsaroló lelkisérülését, és feloldani azt, akkor megmenthető a kapcsolatuk.